Ilyen volt 5 évvel ezelőtt a térségi kertészeti és élelmiszeripari kiállítás. Akkor még a művelődési központ aulájában rendezték meg a tárlatot. Már akkor is látszott, hogy a nagy érdeklődés és az egyre nagyobb igény miatt, hogy a települések bemutatkozzanak Kecskemét legnagyobb fesztiválján a híres héten, hamarosan kevés lesz a 4 fal. Akkor még csak a bemutatókat szervezték a főtérre. Hamzáné lakó Judit, a kiállítás szervező kistérségi társulás titkára 10 évvel ezelőtt így nyilatkozott. Az elmúlt évben ez a kicsi kis terület, ahol mi jelen vagyunk, tényleg nagyon picinek bizonyult, hiszen annyira gazdag ez a térség kulturális hagyományokban, és most lehetőséget kaptunk arra, hogy a város főterén egy egész délutánt betölthetünk kulturális programjainkkal. Különböző kulturális csoportok, gyermek, színjátszókörök mutatkoztak be. Persze, mint minden, ez a kezdet is nehéz volt. A kistérségek polgármesterei közül sokan nem hittek a tárlat sikerében. Volt, aki 15 évvel ezelőtt csak azért vett részt az első kiállításon, mert a többiek is. Azonban az évek kitartó munkája meghozta gyümölcsét, hamar a térség legnagyobb bemutatójává nőtte ki magát. Mára a kiállítása a híres hét szerves, elmaradhatatlan részévé vált, az idei 15. tárlat pedig minden korábbinál nagyobb és gazdagabb volt. Idén 13 faházzal és 17 település közreműködésével, a korábbiaknál színesebb programokkal jelentkezett a kiállítás a híres héten. A rendezvény 150 termelőt, 50 kézművest és 18 kulturális fellépőt mozgatott meg, de emellett az elmúlt évek kiállítói és polgármestere is ellátogattak a Kossuth szobornál felállított tárlatra. Az idei kiállítás a korábbi évekhez hasonlóan a Városháza dísztermében mezőgazdasági és vidékfejlesztési fórummal kezdődött, ahol agrárszakemberek és a piac szereplői, valamint a kistérségek szereplői, polgármesterei vettek részt. A vidék jövőjéről és a megtermelt javak értékesítésének lehetőségeiről tanácskoztak. Szarka Balázs szerint a kisgazdaságok hiába termelnek kiváló minőségű árut, nem tudnak megjelenni a piacokon, ennek pedig több oka is van. Nagyon nehéz helyzetben vannak, mert eszközük nincs, pénzük nincs, akaratuk van, imit-amot szakértelem is van. Szerinte a legnagyobb baj az, hogy nincs erős feldolgozóipar az országban, enélkül pedig a mezőgazdaság nem működik. Piacot kell teremteni, azonban ez egyedül nem megy. Integrálni, segíteni kell ezeket a kis termelőket szakértelemmel, pénzzel, új fajtákkal, új technológiákkal, magyarul piacot kell számukra biztosítani. Az összefogás fontosságát hangsúlyozta a dr. Csatári Bálint, a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat elnöke is, aki szerint erre a jövőben rá lesznek kényszerítve a gazdák. Az Unió a következő tervidőszakban nem egyes dolgokat fog támogatni, mondjuk nyilván marad az agrárkörnyezetvédelem támogatása, vagy a falu infrastruktúrális fejlesztése, de sokkal alacsonyabb szinten támogatja. Akkor fog több pénzt adni, hogyha összefogás lesz. Ha a kistérségek, ha az összetartozó települések, kisvárosok, környező falvaik, nagyvárosok és vidékük olyan programokat határoz meg, amiben a környezetvédelem, az egészséges élelemtermelés, a szociális munka, az infrastrukturális felzárkóztatás, a kultúra, akár épp egy ilyen híres heti kiállítás és konferencia erejéig sorban rendre összekapcsolódik. Aznap a keddi megnyitón Raus Sándor, a Bács-Kiskun megyei közgyűlés alelnöke köszöntötte a megjelenteket. Beszédében hangsúlyozta, a jövő a helyi termékekben van, hiszen a Franciaországból vagy épp Kínából behozott termények nem csak a magyar gazdáknak, de a szállítás miatt a környezetnek is ártanak. Nem lehet az emberiség számára hosszú távon járható út az, hogy ma Magyarországon, egy agrárországban kínai krumplit, francia krumplit, kínai fokhagymával leszünk, és szlovák tejet iszunk, akkor, amikor minden tekintetben, minden területen
a környezetvédelem területén is beszélünk az ökológiai lábnyomról, sem közgazdaságilag, sem környezetvédelmi szempontból, semmilyen szempontból nem lehet ez hosszú távon járható út. Ezek a kiállítások azért nagyon fontosak, hogy a felhasználók, a fogyasztók lássák azt, hogy mik azok a termékek, amik itt készülnek, és azért itt egészen más hangulatú kapcsolatok vannak. Egészen más hangulatú egy ilyen vásárlás, mint egy nagy áruházban. Személytelenül sok esetben azt sem tudjuk, hogy honnét ered a termék. A megnyitón elsőként Ágas egyháza mutatkozott be, citerával és énekkel érkeztek a híres városba. Itt pedig már a mézédes Jakab szállási Szilvát kínálja a település polgármestere a kistérségi kiállítás vendégeinek. A település 15 éve minden alkalommal képviselteti magát. A polgármester szerint már a kiállítás kinőtte magát. Többről szól, mint egy egyszerű bemutató. A községek közti baráti kapcsolatok elmélyültek, ismerősként köszöntsük egymást. Fülöpházi, én úgy hívom, hogy mézes, akár a lakitelektől kezdve, Dadánybenéig, Lajosmizséig, tehát mindenhol, minden településen van egy olyan érték, amelyre a másik település föl tud figyelni, és kapcsolatot tud kialakítani. A homoktövisből készült ital az egyik legnépszerűbb frissítő. Nagy Ervin és Zsuzsa őstermelő évek óta állandó résztvevője a térségi kertészeti és élelmiszeripari kiállításnak. Szerinte a legnagyobb vonzerő a jó minőségű termékek mellett a kapcsolat a termelő és a vevő között. Végre találkoznak azzal, aki termeli, vagy elkészíti, vagy fölneveli azokat az állatokat, amiből a terméket elkészítik. Szentkirály is bemutatkozott a héten. Szentkirályt sokan az ásványvízről és a mézédes dinnyéről ismerik. A beutatón azonban a település egy teljesen más oldalát mutatta meg a kecskeméti közönségnek. A polgármester elmondta, eleinte csak azért jöttek, mert mindenki más is itt volt. Mára azonban a rendezvény egy térségi szemlévén nőtte ki magát, ahol a települések polgármesterei találkozhatnak, és büszkék lehetnek saját és mások sikereire. Az évek során személyes kapcsolatok alakultak ki, nem csak a polgármesterek között, akik egyéb tekintetben is rá voltunk szorítva arra, hogy egymással egyeztessünk, hanem a föllépő csoportok, termelők, kiállítók, ezeknek a standoknak az összeállítói nagyon szoros személyes kapcsolatba kerültek egymással. A bemutatókra kilátogatott dr. Zombor Gábor polgármester is, aki szerint az évek óta egyre nagyobb népszerűségnek örvendő kiállítás egyik titka, hogy 1934-ben, mikor az első Híröshét fesztivált megrendezték, a most kiállító települések mind Kecskemét része voltak. Elszakadásuk után azonban a jó viszony megmaradt. Ezer szálon kötődik Kecskemét és a környezete egymáshoz, és ez a települések és a város viszonyában is megnyilvánul, hiszen a kölcsönös tisztelet és a egymás megbecsülése az, ami leginkább jellemzi kapcsolatunkat. Az elmúlt néhány évben nyílt ki igazán a kistérségi kertészeti és mezőgazdasági kiállítás, hiszen korábban a művelődési házban volt egy aránylag statikus felvonultatása a környező települések termékeinek, és amióta itt a Kossuth téren, és főleg amióta árusítással és kóstolással egybekötött bemutatót tudunk tartani, azóta rendkívül módon népszerű ez a kiállítás. Mondhatni a Híres Hét Fesztivál egyik törzs rendezvényévé vált. Idén
Idén is zsűrizték a kertészeti és élelmiszeripari kiállítás standjait. 5 kategóriában osztottak díjat. Kecskemét város fődíját Bánföldi Ferenc fazekas népi iparművész nyert el. A kecskeméti gazdakör külön díját a kerekegyházi stand kapta, ezekért a szép és hasznos szalmafonatokért. Az agrárkamara Kökény Sándor hentes húsáróit értékelte nagyra. Ennek hosszú útja van, és kemény fizikai munka, és szellem is kell hozzá, és rengeteg tapasztalat, és minden újságcikkben mindent elolvasni ezekkel kapcsolatos dolgokhoz, és ezekkel kell haladni, és ugyanúgy kell haladni a fejlődni ki a korra. Nem szabad beletokosolni a régi rendszerre, hanem most már mindig újabb-újabb dolgok vannak. És én próbálok azon lenni, hogy minél színvonalasabb és minél mutatósabb legyen minden. A fogyasztó védelem pedig ezt a pálinkás standot találta kifogástalannak. A közönségnek pedig a Lajos Mizselyek kiállítása tetszett a legjobban. A zsűri különösen örömmel fogadta, hogy a régi kiállítók is évről évre megújítják standjukat, és már egyre több helyen nem csak mutatóban vannak termékek, hanem kóstolóban is, sőt a legtöbb helyen vásárlásra is van lehetőség. Mindig ez a nehéz szempontrendszert meghatározni, ugyanakkor pedig ez adja a nagyon szubjektív értékelésnek mégis azokat a kereteit, amelyen belül úgy gondoljuk, hogy talán egy kicsit igazságosabban lehet dönteni, mint egyszerűen úgy, hogy kinek mi tetszik. Tehát ilyen szempontok voltak például az újszerűség. Az újszerűség például ez az aratási életkép, ez ennek teljesen megfelel, és ugyanakkor a hagyomány tisztelete, amely, tehát nem kell magyarázni, hogy mit is jelent ebben a műfajban, de más díjazottaknál is a terméknek a hagyományosságát és a bemutatás korszerűségét figyelte a zsűri. Egyre tudatosabban értik az emberek, és meg is akarják mutatni, hogy ez nem csak egy tárgy, egy termék, egy gyümölcs, hanem az enyém. És azt gondolom, hogy ez nagyon jó, mert aki itt körbenéz és körbekóstol, mert a legtöbb helyen nem csak vásárolni, hanem kóstolni is lehet a termékeket, az rögtön megért, hogy mit jelent az, hogy bizalmi termék egy élelmiszer. Mert amikor mögött áll a gazdája, a tulajdonosa, aki készítette, akkor az válaszol a kérdésekre, a termőtájról, a receptúráról. Hol lehet még hozzájutni a termékhez. Tehát annyi információt nyújt egy ilyen kiállítás, amit soha semmilyen más vásárlási lehetőség, egy bolt például nem tud nyújtani. A kiállítás szerves része a turisztikai fórum, melyet idén is az Aranyhomok szállodában szerveztek meg, ahol elhangzott, térségi szintű összefogás és együttműködés nélkül nem lehet átütő eredményt elérni a turizmusban. Többek közt erről is szó volt a turisztikai fórumon, ahol Kecskemét és a hozzá tartozó kistérségi társulás turisztikai lehetőségeiről hallhattak előadást a megjelent szakemberek és a környező települések polgármesterei. Az idei fórum kiemelt vendége Lajos Mizse volt. Baski András, a település polgármestere szerint a mi kistérségi települések a fejlett lovas turizmusokkal és élményfürdőikkel, főleg a kikapcsolódni vágyóknak jelenthetnek megoldást, addig Kecskemét ezeken kívül az üzletemberek számára lehet turisztikai célpont. Baski András, Lajos Mizse polgármestere szerint a kistérségi települések összefogása nélkülözhetetlen. 15 évvel ezelőtt, amikor a kistérségek megalakultak, akkor ugyanúgy Lajos Mizsének is fontos volt az, hogy valahová tartozzon, hiszen egy ilyen közösségben mindig több lehetőség van, mint hogy az ember egyedül indul neki a nagyvilágnak, és azt gondolom, hogy ez volt az elsődleges ok annak idején, hogy bekapcsolódtunk. És nyilván a 15 év alatt pedig bizonyította is a kistérség, hogy jó döntés volt annak idején, hogy összetársultak a települések. Az egyik legnagyobb haszna az, hogy amikor a Turinform iroda a kistérségi irodához került, akkor még inkább intenzívebben, hatékonyabban tudott együttműködni ez a kistérség. Lajos Mizse így egy szeretet kapott a Turinform irodában, ott meg tud jelenni, illetve hát, ha a különböző turisztikai fórumok vannak, akkor oda mindig el tudunk jutni a budapesti turisztikai fórumokra, sőt távolabbra is, és ott tudunk egy kicsit Lajos Mizsének is hírt szerezni. Azok a turisztikai attrakciók, amik a kistérségen belül vannak, egyelőre szerintem még nincsenek jól összetársítva, nincsen ami kihasználva ez a lehetőség. Ez szerintem a következő időszaknak mindenképpen lehet a feladata. Szerintem, és itt maga Lajos Mizse is például kaphat egy olyan segítséget, amellyel a saját
turisztikai látnivalóit egy csoportba tudja majd kötni. Szemereiné Pataki Klaudia alpolgármester asszony szerint Kecskemét csak a kistérségi településekkel együtt képes gazdag turisztikai életet fenntartani. Szerencsére az elmúlt 15 évben nagyon sok közös sikereket tudunk fölmutatni a kistérségi irodával közösen, hiszen az első és legnagyobb feladat, amit megkaptak a várostól, az a Turinform irodának a működtetése, amely a látogató számát tekintve egy nagyon, nagyon szép számot mutat országos viszonylatban is. Ennek köszönhetően ugye így nem csak a Turinform irodában, nem csak a kecskeméti helyi értékek, helyi szolgáltatások kerülnek kínálatra, hanem természetesen a kistérség által képviselt többi településeknek a szolgáltatásai is. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez volt egy olyan kiindulási pont, ami az együttműködésünket ezt megkoronázta. Mindig is attól küszködött Kecskemét, hogy egy órára, másfél órára tömegek érkeztek a városunkba, a főterek megnézték és mentek tovább. Na most ezt annyiban tudtuk továbbfejleszteni, hogy így most már mellé tudunk tenni egy valamilyen tanyalátogatást, vagy kalandparkot, vagy egyéb olyan szolgáltatást, tiszakécskei fürdőt, amelyeknek színvonalas minőségi szolgáltatása van. Viszont szálláshely tekintetében itt van Kecskeméten minőségi szálláshely a környező kis településekhez képest, ezért nagyon jó a szimbiózis, és a vendégészakákat is tudtuk emelni az elmúlt években. Én azt gondolom, hogy most az a következő években a feladatunk, és a következő évre a feladatunk, hogy egy harmóniát teremtsünk, tehát a vendégeket már ide vonzottuk Kecskemétre, nagyon nagy létszámban érkeznek, de próbáljuk most már őket egyéb szolgáltatásokkal itt tartani, és esetleg a családot, ismeretségi körét is ide vonzani, hogy tényleg Kecskemét is egy turisztikai kiemelt várossá tudjon válni, és olyan szolgáltatásokat tudjon nyújtani, ami kuriózum. Az egyhetes kiállítást végül a házigazda a Kecskemét bemutatkozása zárta. A kecskeméti gazdakör által szervezett bemutatón senki nem maradt éhesen. Jókedvűen citerával és nótával készült a kecskeméti paprikás krumpli. A titok a jó minőségű alapanyagokban rejlik. Minden itt a környéken, a kecskeméti kistérség kertjeiben termett. 78 évvel ezelőtt megkezdődött Hírösét Fesztivál. Az igenis a kecskeméti kertekről, azok terményeiről, a gazdákról szólt, ami hát mostanra ugye megfogyatkozott, de hát ezt nem adjuk fel, hogy a vágyunk az, hogy legalább egy kicsit közelíteni ahhoz a régi világhoz, és azért vannak mindig ezek a kiállítások és bemutatók, kóstolók. Kecskeméti gazdakör tagjai általában szántóföldi növénytermesztéssel foglalkoznak, és körülbelül 2000 hektáron, de van néhány kertészünk is, és vannak kertész barátaink, illetve virágkertészek is a gazdakörbe tartoznak, a Gyenes dinasztia. És vannak barátaink, akik viszont sokat énekelnek, a nyugdíjas dalkör, ők főznek, sütnek, és egy ilyen hangulatos megjelenést gondoltunk a Híres hétre. Hamzáné lakó Judit már 15 éve szervezi a kistérségi kiállítást. Szerinte nagy siker volt az idei, több és színesebb program kapott helyet idén, mint korábban bármikor. Nagyon-nagyon sok vendégünk volt, és visszatérő vendégeinket szívesen vártuk a különböző települési bemutatkozásokra. Nagyon a települések a programjaikon nagyon kitettek magukért, nagyon ízletes kóstolókat tartottak, és nagyon sok kézműves mesterünk mutatkozhatott be. Tényleg hosszú sorok álltak a kóstolók előtt és a kézműves bemutatkozások előtt is. Én azt gondolom, hogy ez a kiállítás mindig a térségi összetartozást erősíti. Nagyon sok kapcsolat szövődött a települések között. Mint elmondta, az egyhetes bemutató lényege immár 15. éve, hogy a kistérségi települések, polgármesterei, őstermelői egy közös fórumon találkozzanak egymással, szoros gazdasági és kulturális kapcsolatokat alakítsanak ki. A kezdetekben szinte a szomszéd települések sem
nagyon ismerték egymást, és most már egész évben gazdag programokat szerveznek közösen a települések, mind kulturális, mind szakmai területen egyaránt. Tehát én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, és egy nagyon komoly szakmai háttere és egy munkaerő háttere alakult ki ennek a kiállításnak. Habár még csak most ért véget a kiállítás, elárulta, az iroda már most készül a 2013-as tárlatra.